akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzin, augusztus 17-e szerda reggel van, 4:09 lesz, egy perc múlva, és itt van a Kántor Endre. És a Gede Balázs is. 0630 2010 909 SMS, WhatsApp és Viber. Azt ígértem, hogy átolvasom az SMS-eket, erre elmentem kávézni. Na. Hát igen, írjátok, igen, hogy igen, másodszor némul el a rádió Budaörsön, ki kéne deríteni, mi az oka. Az okot azt tudjuk. Adószünet, vagy adó, áramszünet van az adótoronyban, de online vagyunk, és természetesen mindjárt megjavul. Néha elmegy az adás. Figyelünk rá, legfontosabb az, hogy hallhatóak vagyunk egyébként millestegeli.hu-n, vagy bármelyik stream alkalmazásban, és természetesen a millestegeli.hu-ra felkerül a teljes adásunk, ahogy ez minden nap fel szokott kerülni, úgyhogy ott is vissza lehet hallgatni, meg a YouTube csatornánkon, meg a Spotify oldalunkon. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Több baleset is van sajnálatos módon. Azt mondja, hogy a Pozsonyi utcában van a Kocsiszínnél egy baleset, a negyedik kerületről van szó. A budai alsórakparton a H-hídnál van egy baleset, ott fennakadásra kell számítani, és jelzőlámpa nehezíti, hiba nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton, a Mátyás Király útnál. És elmondtunk egy-két karbantartást, most van egy új, az M44-es autóúton az 51-es kilométernél a 3-as körös hídon meghibásodott a dilatációs szerkezet. A javítási... Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. Ahogy a javítási már... munka miatt a Tiszakürt felé vezető oldalt az 54-es és a 49-es kilométer között lezárták. Ahogy azt beharangoztuk korábban, nagyon komoly és nagyon rossz a helyzet a hazai egészségügyben, sőt, egyes vélemények szerint az összeomlás szélén van. Dr. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára, gyakorló anesteziológus van a vonalban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Egy eléggé, hogy is mondjam, sokaknak biztos szemfelnyitogató, de hát elszomorító nagy cikket közölt a Magyar Orvosi Kamara oldalán az egészségügyi intézményeknek a helyzetéről, a szakember hiányról. Hogyan lehetne összefoglalni röviden, hogy mi a probléma? Hát a problémát én kettősnek mondanám. Az egyik fele az, hogy a magyar egészségügy ismert módon egy széttagolt rendszerben rossz hatékonysággal működik, és ezt meglehetősen régóta tudjuk. Emiatt egy komoly reformra, kiigazításra, ki ahogy nevezze, ahogy szeretné szorulna, de egy jelentős átalakításra lenne szükség. Újra kéne fogalmazni ezt, hogy mit értünk mondjuk centrális kórház alatt, újra kéne alapozni az alapellátást, elosztani az erőforrásokat, meg újra meghatározni a financiális részeket. Mindenre hosszabb távon szükség lenne, de jelen pillanatban úgy állunk, hogy így a Covid után és így a szép hosszú várakozás után, ami az elmúlt 10 évben ezt a reformot gyakorlatilag mindig inkább csak elodázta, most nem biztos, hogy a közellátás megvárja, amíg ez az átalakítás befejeződik. Elfogytak belőle a dolgozók, elsősorban a szakdolgozók, és emiatt most már egyre kevésbé hatékonyan működik a rendszer, egyre több helyen nagyon hosszan kell várakozni, egyre kevésbé jutnak el a betegek ahhoz az ellátáshoz, amit ők szeretnének, vagy amit megérdemelnének, és egyre kevésbé van olyan egészségügyünk, amit ez az ország egyébként társadalmi fejlettsége, elhelyezkedés mi egyéb alapján megérdemelnek. Hát és sajnos a kilátások sem jók, ugye, mert épp akkor csúcsosodnak a problémák, amikor egyre kevésbé valószínű, hogy ez a nagy rendszerhez beruházások szintjén, kórházak építése szintjén, bérek rendezése szintjén, munkaerőképzés szintjén hozzányúlna a kormányzat. Hát ebben
önöknek is teljesen igaza van, tehát hogy nem jókor került válságba az egészségügy, tehát a rendszerek már csak ilyenek, hogy sokszor egyszerre csúcsosodik ki minden. Igen. Ezzel együtt így elodázhatatlannak tűnik a dolog, valami módon muszáj lesz hozzányúlni, hogyha nem is rögtön a teljes átalakítás formájában, de valami tűzoltásra szükség lesz, különben ennek a válságnak a végét nem jó körülmények között várjuk meg, ha megvárjuk. Uh-huh. Mi történik egyébként? Tehát az sok minden hatott nyilván az egészségügyre, és egyre nehezebb helyzetbe sodorta. Mint ahogy sok más szektort is, ugye itt a Covid-pandémiával borzasztó nyomás alá került a hazai egészségügy helyzete, és hát innen valószínűleg nem is nagyon tudott kilábalni. Most még például az olyasmi is nehezíti az otthonápolást, meg a hospice-ellátást, ugye, hogy ez a kata törvény szigorítás, ez rájuk sem lett túl, hát hogy is mondjam, nekik sem lett túl vonzó a helyzetük ezután. Ez abszolút így van. Hát ugye a mondat első felére is reagáljak, tehát egy kicsit ahhoz lehetne hasonlítani, volt egy hatalmas és nehezen mozgó úszályszerű rendszerünk, aminek mégis volt valami jelentős, a tömegénél fogva jelentős lendülete, és ez valami módon még tovább is mozgásban tartotta az egészségügyet. A Covid-pandémia ezt gyakorlatilag megállította, ott osztályokat zártunk be, átcsoportosítottunk, hosszú időre rendelések szűntek meg, és utána egy ilyen méretes úszályt újraindítani, a sokkal nagyobb energia, mint hogyha egyszerűen csak mozgásban tartottuk volna, és ez az energia, ez nem került bele, tehát nem volt plusz forrás igazán, vagy mondjuk azt, hogy elég kevés plusz forrás volt arra, hogy ezek a rendelések, minden újjászervezés újrainduljon, közben eltűnt róla a legénység fele, tehát így ezért nehéz újraindítani, és igen, kapott még további pofonokat is, részben kicsit ilyen volt az egészségügyi szolgálati jogviszony még a pandémia kezdetén, illetve most ilyen ez az új kataszabályozás. Ami hát nem arról van szó, hogy mi a kata, mint adózási forma mellett törnénk minden áron lándzsát, mert azért megvannak a maga hibái ennek is. Tehát mondjuk abban az esetben, ha valaki otthonápoló nővérként csak és kizárólag katás adózó volt, az egyben azt is jelentette, hogy akkor ő neki nyugdíja nem lesz, szabadsága nincs, beteg szabadsága nincsen, nem egy ideális rendszer, ugyanakkor mégis valami módon fenntartotta a lehetőségét annak, hogy mondjuk az otthonápolás, a hospice egyes helyeken, a szakrendelések ezek működjenek, mert ezt katás vállalkozók működtették. Most pedig ez így egyik pillanatról a másikra, ez a akár még általában is, de kikerült a rendszer. Ez alatt. A kulcs, azt hiszem, ugye mi is sokszor ezért fanyalgunk, mert mi sokszor elmondtuk, hogy mi is tudtuk, ugye, hogy ez a nem a legideálisabb adóforma, és előbb-utóbb biztosan kivezetésre kerül, csak az, hogy ennyire hirtelen, ennyire gyorsan megoldás és alternatíva nélkül, vagy nem túl jókkal, nem túl széles választékban nyújtott alternatíva nélkül, ez fejfájást okoz több helyütt is, az egészségügyben is. Abszolút, mert hogy itt azért valami módon óvatosabban kellene hozzányúlni ezekhez a billegő rendszerekhez, mert ha hirtelen zárjuk el a túlnyomásos szerepeket, abból bajok lesznek. Menjünk vissza akkor a kórházi működésre, illetve az egészségügy működésére, a széttagoltságra például, hogy hát úgy tűnhet egyesek számára, hogy alapvetően azért nem nincs nagy gond, hiszen a kiskórházak sincsenek bezárva, hiszen azért mégiscsak oké, rendben van akadozásokkal, meg mindent azért működik a rendszer, és hát külföldön sincs ez máshogy, és hát ugye mégis hát működik az osztály, csak hát ugye, hogyha kicsit jobban belenézünk a dologba, akkor kiderül, hogy hát azért működik, mert elképesztő helyettesítések vannak, és hát borzasztó túlórában dolgoznak azok a szakemberek, akik viszont nem álltak fel, és nem mentek el más területre, vagy külföldre. Igen, részben ez igaz, részben pedig hát azért szólnak arról is hírek, hogy egyes osztályok és egyes szakrendelők már nem működnek, vagy semmiképpen sem úgy működnek, ahogy kellene. A gyógyítás egyre inkább csapatmunka lett, és hogyha ebből a csapatból, ami ahhoz kellene, hogy nem tudom, mondjuk egy Forma 1-es versenyautót így mozgásban tartson a csapat, onnan kiesik 2-3 speciális tudású szerelő, akkor az egész csapat teljesítményét jelentős mértékben visszaveti, és jelenleg ez a helyzet, ugyan sok helyen nyitva vannak az osztályok, de azok nem a kellő hatékonysággal működnek, nem tudnak annyi beteget olyan szinten ellátni, ahogy azt kellene. És valóban nem szólnak hírek kórházbezárásokról, de azért ezekről a részlegekről, osztályokról, ezekre már feltétlenül azért ennek volt nagyobb hírértéke is, mondjuk Kecskemét, Szeged esetében. Igen. Most éppen
talán Orosházán vongatják a vészharangokat. Úgyhogy bicebóca a rendszer így is. A másik probléma pedig inkább a tendenciákban van, hogy ha ez így folytatódik, hogyha az ápolók, nővérek tovább fogynak, az ő helyzetük rendezése nem történik meg, akkor ez a folyamat csak rosszabbodni fog. A korfa az elképesztően torz már mostanra is, tehát nagyon kevés a fiatal frissen képzett nővér. Ha elfogynak az idősek, akkor részben nem lesz, aki őket kiképezze, részben nem lesz, aki ápoljon és gyógyítsa. Egyébként a korfa nyilván az orvosoknál is problematikus, azt figyeltem meg. Tehát olyan családi példám is van erre, olyan orvosok kerültek ismét állományba, akik egyébként már bőven nyugdíjas korúak lennének. Úgyhogy ez nyilván mutatja a rendszernek a problémáit. Igen, az orvosoknál talán annyi előrelépés történt. Egyrészt ott a nyugdíjasok rendszerbe való visszakerülésének is kettős az oka. Az egyik az, hogy szükség van rájuk, a másik pedig az, hogy a jelenlegi fizetések mellett egy nyugdíjasnak, aki egy életen keresztül ennél jóval kevesebb pénzért, legalábbis hivatalos pénzért biztosan dolgozott, és jelenleg egy igen alacsony nyugdíja van, a jelenlegi fizetések mellett megéri visszatérni a munkába. Ugyanez a szakdolgozók esetében nem igaz, ők régen szintén sok nagy számban és arányban tovább dolgoztak, ma már így boldogan leteszik a lantot abban a pillanatban, amin nyugdíjba mennek, tehát ezáltal is veszítjük el őket. A másik fele pedig az, hogy azzal, hogy megtörtént ez a bizonyos orvosi béremelés, ezzel azért vonzóbbá vált az orvosi szakma, tehát nálunk legalább az utánpótlás valamilyen szinten biztosított. Ugyanez nem igaz az ápolókra. Az egyébként mennyire nehéz, hát gondolom nagyon, álnaív kérdés, meg a különböző osztályok helyzetét. Például mondjuk nincs anesteziológus, és azért kell műtéteket elhalasztani, vagy várni, hogy egyáltalán oda érkezzen egy csapat, aki ezt meg tudja oldani. Abszolút lehetséges így. Tehát típusosan van olyan hely is, ahonnan az anesteziológus hiányzik, de én például nem félkarú, hanem inkább kar nélküli óriás vagyok, az anesteziológus asszisztens a segítségem nélkül, és ők abszolút elfogytak, hogyha ők hiányoznak ebből a csapatból, akkor műtét sem nagyon van, de ugyanez a helyzet műtősnővel, műtős fiúval is. Ezek speciális tudással rendelkező szakmák, akikből egyre kevesebb van, és ahogy az elhangzott, tehát hogyha valahonnan csak az egyik is hiányzik, akkor hiába van akár a szomszédvárban egy másik olyan csapat, amivel egy másik személy hiányzik, mind a kettő lassúbb lesz. Akkor először, hogyha jól értelmezem, az ápolói fizetéseket kell megoldani. Igen, mi lehetne lehet gyorsan? Mi a prioritás? Igen, hol lehet gyorsan tüzet oltani? Mi az első? Először is valahogyan el kéne érnünk azt, hogy ez a rendszer ez visszajelzésekkel működjön, tehát adatokra lenne szükségünk és átláthatóságra, ezt nagyon régóta szajkózzuk. Ha ezáltal világossá vált az, hogy igaziból hol ég a ház a legjobban, akkor ezen problémák egy részét, azt átvezénylésekkel, átszervezésekkel, még ha nem is ez az ideális megoldás, de átmenetileg meg lehetne oldani. És igen, ahol még nagyon ég a ház, az a szakdolgozók frontja, ott szükség lenne egy drasztikus béremelésre, valami módon az ő helyzetük megbecsültségük rendezésére, ahhoz, hogy megtartsuk a mostaniakat, és ahhoz, hogy elérjük azt, hogy számosra sok több, ezt most bonyolultan mondtam, szóval jóval több fiatal válassza az ápolói szakmát, hogy legyen, aki majd minket is időskorunkban tisztába tesz, igen. És helyre tesz, és ellát, igen. Hát oké, értjük a problémát, igazából nem... Azt nem értjük, és nem akarom ilyen semmilyen politikai ügybe keverni, csak hogy mi lehet, tehát most amit elmond, az egy gyönyörű helyzetkép, hallgatók is dicsérik, hogy átlátható, tiszta ügy, látszik minden, hogy ez miért nem látszik a politikusoknál, a döntéshozóknál, mi hátráltathatja őket? Bocsánat, látszik, hogyha ezt elismerték az Európai Bizottságnak küldött jelentésükben, és azt gondolják, hogy uniós forrásból ezt meg lehetne oldani, csak úgy, mint az oktatásnál. Így van, tehát, hogy most valamennyi fejlődés abban a tekintetben mindenképpen van, hogy most legalább valamennyire elismertetik azt, hogy vannak problémák az egészségügyben, úgy az alapellátás frontja is szerepel ebben a kiküldött, az Európai Uniónak küldött jelentésben, a korfa is szerepel benne, a nővérhiány is szerepel benne, de alapvetően szerepelnek azok a problémák, amiket mi is megneveztünk. Csak nagyon nehézkes a hozzányúlása az egészségügyhez, ez azért sok-sok éven keresztül egy darásfészek volt, és most is az. Minden politikus csak nagyon óvatosan és visszafogottan piszkálja, mert valakinek mindenképpen a tyúk szemére lép.
nem olyan rég megjelent az Ésben egy olyan interjú is, ami azt írja le, hogy ki mindenki és hányféleképpen egyebek mellett azt írja le, hogy hányféleképpen vagyunk mindjárt ellenérdekeltek abban, hogy itt valami rövid távú változás legyen. Ezzel kellene tudni szembe menni, ehhez kellene kellő politikai bátorság, felhatalmazás. Mi abban reménykedünk, és ez a visszatérő mantra, hogy most már a politikai be nem avatkozásnak nagyobb a kockázata, mint a beavatkozásnak talán, mert az emberek is érzik a bőrükön gyakorlatilag, hogy itt baj van, és nagyobb bajok hát is. Igen, lehet. Hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok, és ezt most már saját bőrünkön érezzük, csak úgy egyébként, mint a klímaváltozás hatásait, ugye? És ilyenkor már nem lehet azt mondani, hogy nincsen semmi baj, hanem sőt, el kell kezdeni megoldani valamilyen módon. Ebben bízunk mi is. Hát oké, akkor reménykedjünk együtt. Igen. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát. Dr. Svéd Tamással, a Magyar Orvosi Kamara titkárával, gyakorló anesteziológussal beszélgettünk a hazai egészségügy helyzetéről. Bocsánat, nem akartalak így kijavítani adásba, csak ugye volt ez az Európai Bizottságnak küldött jelentés, amiben az oktatást is elismerték. Az a helyzet, amiről te beszélsz, az, hogy más kommunikáció megy az Európai Bizottságnak egy jelentésben, mint az a kommunikáció, ami azt mondaná, hogy gyerekek, ez baj. Itt gond van, ezt meg kell oldani. De meg az is siralmas, hogy mindent az EU-val akarunk megoldatni. Igen. Tehát mint ahogy... hogyha valami gatyátlan, nem tudom, por nép lennénk, akinek nincsenek saját forrásai, ötletei a problémák megoldására. Egyrészt, ugyanakkor meg, na mindegy. Ahogy beszéltük a oktatás helyzetével kapcsolatban a múlt héten, az, hogy egy egyszerű forrást allokálunk erre az Európai Uniótól, az tényleg csak egy tűzoltásnak sem teljesen megfelelő, hiszen nem oldja meg állandóan, tehát nem fog egy uniós pénzinekció megoldani egy olyan rendszert, hogy szakápolónak, ápolónak jelentkezzenek a fiatalok. Mm. Például, amit itt elmondott az Orvosi Kamara titkára Svéd Tamás az előbb. Úgyhogy hát további lépéseket várunk ebben. És tegnap egyébként Pogácsa Zoltán elmondta, hogy ezek azok a hosszú távú fenntarthatóságot megalapozó lépések, ami egy jól működő gazdasághoz kell, például az egészségügynek a rendbetétele, ahogy az oktatásé is. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.